Isten királyse, kapitány, kerítse elő a spandex ruháját, ürtuzásra indul. Gyanunk szerint nem vagyunk egyedül a galaxisban, különös jeleket fogtunk a Dikelle, szóval azon a bolygóról, ami az anyavilágunk csiga körül kering, szeretnénk, ha kivizsgálná az esetet. Elismerésünk, kapitány, a parancsnokság kilép. Teljesen jó. Bocsánat, srácok. Gratulálom, megszolgáltad a kitüntetést és a kapitányi rangot. A gyűjtemények gombbal elérhető a küldetés napról, mely a gyűjtemény, az eszköz gyűjtemény és a ritkaság gyűjtemény. A medálok, az űrbéli kalandjaid és tetteid szerezhet... Mi? Az űrbéli kalandjaiddal és tetteiddel szerezhetsz medálokat. Hogy újabb medálokat szerez, nő a rangod is, és új címeket és új képességeket kapsz. Eszközök. Az eszközöket medálok megszerzésével oltatod fel. Ha feladottál egy eszközt, megveted az anyabolygódon. Egyes eszközök készenléte véges, és ha kifogy, feltöltése szorul. Más eszközök korlátlanul felhasználhatók és újratöltésük energiába kerül. Hát, igen. Ugye itt van a küldetés, akkor itt vannak ugye a medálok, összesen 139 fajta medál van, van ugye parancsnoki, admirális, ünnepelt cím, híres, neves, nagyságos, mindenféle ízé címek vannak. Itt van például ugye birodalmi medálok, az ugye az kell, hogy például terjeszt ki a birodalmat 3 naprendszer, és megkapod a birodalom 1 medált, lehető, elérhetővé tesz a következőt, légköri generátor, szárazság generátor, 2 medálpont. Ez több ritkaságot is eladhatok, de még az univerzumon gyűjtő. Ja igen, itt ilyen relikviákat lehet összegyűjteni, erekéket, szocializáció, boldogságsugár, tűzijáték, elmegy, ja igen, ez ilyen. Igazából én gyarmatosítani szeretek nagyon-nagyon ebbe a játékba. Na mindegy, de majd meglátjuk, hogy lesz, miként lesz. Na most annyi a lényeg, hogy akkor kilépjünk a naprendszerbe. Még egy picit. Úgy, és most már kint is vagyunk a naprendszeren kívül. És akkor hova is kell nekem menni? Azt mondták, hogy ide. Erre a bolygóra látogassak el. Na akkor szálljunk le rajta, vagy legalábbis lépjünk be a területre. A légtérbe. Ami megjelent a hajó radarján. Na ez vajon mi lehet? Egy űrhajó. Egy lezönt űrhajó és különös rádióeleket bocsájt ki, repülj oda és használd a letapogatót a baleset helyszínének megvizsgálására. Jó. Letapogató bekapcs. És akkor tapogassuk le ezt az űrhajót. Na nézzük. Úgy ne. Na nézzük. Idegenek, életjel viszont nincs, mintha a haláluk előtt felvázolták volna valamilyen rejtjeles térképet. Várj, a roncs transfersugarat bocsájt ki, néhány tárgya fedézetre került. Na? Rakéták és csillagközi utazása alkalmas hajtómű, és a vezérlőrendszerbe is egy ismeretlen csillag koordinátáit programozták. A roncs sérülései, mint a harcból származának, a hajt bizonyára egy másik bolygóról küldték, hogy segítséget hozzon. Teljesen jó. Most hát jó, annyira nem jó, de hát most igen. De érdekes legalábbis. Jó. Akkor most visszamegyünk az anyabolygóra. És közben felszedtem vörös fűszert 6 darabot. Na, igazából, hogyha majd vagyok a bolygón, szerintem majd is működik a kommunik... Ja nem, nem működik. Akkor visszajövünk ide. És akkor... Nem. Jó, hát akkor nem adnak több információt, akkor mindegy. Akkor lényegében hagyd el a naprendszert, az egér görgővé hagyhatod el a bolygót és a naprendszert. Jó, akkor elhagyjuk a naprendszerünket. A roncs a csillagközi hajtóművel reagál egy közeli csillagról ékező jelre, melynek koordinátai egyeznek a memóriában tárolta. Ez lehet az otthonuk, és talán még mindig szükség van segítségre. Na, srácok, lényegében egy orbitálisan nagy területet kaptunk. Nézzétek csak meg!
brutálisan nagy. Gyakorlatilag végtelen az egész. És mi csak ezen a picike kis helyen vagyunk. Itt, itt, itt. Na. Távolság. Úgy. Nézzük meg ezt a csillagot. Oké. Nem tudom, melyik az a bolygó. De lehet, hogy ez az. Na? Oké, megtaláltam azt a bolygót. Valami megjelent a hajó radarján. Na mi az? Ó, egy város. Csak ma le van rombolva. Elkéstünk, csupán ezek a romok maradtak a hajót vezető idegenek kolóniájából. A romok átvizsgálás után talán többet is megtudhatunk arról, mi történt itt. Ez így van? Na nézzük csak. Be van ez kapcsolva? Most már be van kapcsolva. Na nézzük. Hogy? Na nézzük, mit derítettünk ki. A letapogatás nem hozott eredmény, de úgy tűnik kiváltottunk valamiféle reakciót. A radar aktiválást jelez. Jajám. A letapogatás bizonyára aktiválta a kolónia védelmét. Ezek a robotok nem tűnnek valami barátságosnak. Vaj, beérkező üzenet. Figyelem, Grox behatolókat észleltünk. Minden Grox behatolót elpusztítani. Grox? Grox 999 önvédelmi kód aktiválva minden Grox behatoló megsemmisül. Nem vagyunk Groxok. Figyelem, minden Grox behatolót megsemmisíteni. Utoljára mondom, nem vagyunk Groxok. Na jó, most akkor futás van. Illetve, jaj. Bekapcsolom ezt a mini lézert. És megvédem magamat. Illetve elfuthatnék, de mindegy. Na? Jöttök még, nem? Nem akartok még többen jönni? Jó, akkor ne gyertek még többen. Teljesen jó. Akkor húzzunk el innen erről a bolygóról. Erről a csillagrendszerről. Úgy, és akkor menjünk szépen haza. Vissza az anyabolygóra. Még egy fűszer, teljesen jó. Ó, már bekapcsoltam volna itt is a kommunikációt, na, de mindegy. Na, itt vagyunk. Küldetés teljesítve, tudtuk, hogy nem vagyunk egyedül a galaxisban. Egy kihalt civilizáció nyomai, ellenséges biztonsági robotrepülők és a Groxok. Egyértelmű, hogy jobban fel kell derítenünk a galaxist, és fel kell készülnünk a lehetséges ellenségekre. Ez azonban telepítenünk kell pár kolóniát, hogy legyen honnan kiindulnunk. Tudósaink már elemzik is a csillagközi hajtóművet, hogy lemásolhassák a technológiát. A hajóra is kifejezhetünk egy SETI eszközt. Ez fogja a galaxisban lévő más értelmes létformák jeleit, amit a rádiójelek mutatnak az ön által becélzott csehokon. Szükségünk van rá, hogy önvezesse az ő programunkat, kapitány. Teljesen jó. Hogy örül? Növelnünk kell a birodalmunkat és a vagyonunkat, ehhez pedig kolóniákat kell építenünk idegen bolygókon, hogy bányászhassunk. Önkénteseket toboroztunk a gyarmatosító csomagodban, őket a gyarmatosítási tárolóban találja. Az astronómusaink tanulmányozták a csehokat és azonosítottak egy lakható bolygót, melynek a neve Ipirine. Jó, hogyan lehet gyarmatot létesíteni? Kiváló, könnyű egy gyarmatot elhelyezni. Miután megérkezett az Ipirine bolygóra, választik a gyarmat eszköz, mely hozzáadódott a gyarmatosítási eszköztárhoz, és helyezze le a felszínen a gyarmatot. Egy fűzgejzír közelében. Oké. Azonnal kicsomagolja magát és kolóniát hoz létre. Nem szükséges összeszerelni. Érdemes kapcsolatba lépni a kolóniával, hogy ellenőrizze a becsomagolt polgárok épsége maradtak-e. Javítás. Úgyni. Akkor van egy gyarmatosító csomagom. Ilyen gyarmatosító csomagokat fogok én szerintem rengeteget összevásárolni, hogy minden egyes bolygót be tudjak gyarmatosítani. Mihez helyezzel a gyarmatot az Ipirine bolygóra? Hol van az Ipirine bolygó? Aztán nem is ebbe az izébe van. Kakuvasz. De az megnézem ezt a Hambit. Kakuvasz. Dikletia.
Batkejt. Teljesen jó. Akkor van 1-2-3 bolygó, amit még tudok gyarmatosítani, mert azt hiszem ezt a bolygót nem lehet gyarmatosítani, de azért megnézem. Megpróbálok arra leszállni. Gőzóriásokat nem közíthetsz meg, túlságosan veszélyes. Igen, ez egy gőzóriás, igen, akkor ezt nem lehet benépesíteni, ez nem egy lakható bolygó. Használd a csillagtérkép szűrőket, segítenek a navigálni a galaxisban. A saját birodalom szűrő megmutatja azokat a csajokat, amikre az adott pillanatban kitered a birodalmad. Használd a követés szűrőt, hogy elvezessen az aktuális küldetés céljául kijelölt csillagokhoz az útvonal, és a meglátogatott szűrők akkor hasznosak, ha látni akarod, merre jártál már. Tehát az útvonalak, igen, a küldetések, a birodalmak, a szövetségesek és ellenségek. Ezt benyomjuk. Mert ha meglátogatottat és benyomom, és akkor tudni fogom, hogy már hol jártam. Azért ott jó sok bolygó van, amit majd be lehet gyarmatosítani. Na nézzük csak meg ezt a csillagrendszert. Itt meg azt hiszem van 3. Ha jól láttam, igen. Mi történik most? A zöld orbitális pályán fekvő bolygókat könnyebb terraformálni és kolonizálni, mint a vöröseket vagy a kékeket. Aha, igen, ez is fontos. Tehát ami zöld pályán van, azt így mutatja a játék, illetve van a kék, illetve van a vörös. Annyi a lényege, hogy hú, na most ebbe bele kéne menni ebbe az űr dologba. Tehát ami vörösen van, ami vörös vonalon kering egy csillag körül, tehát egy nap körül, azokat azért nehéz terraformálni, mert ugye közel vannak a naphoz. Ezáltal az egész bolygónak a felszíne forró. Tehát ami kék, ugye az meg ugye értelemszerűen az meg túl távol van az adott csillagtól, naptól, ezáltal az nagyon-nagyon hideg egy bolygó, és azért azokat is nehéz terraformálni. Ami kettő között van, azok zöld bolygók, olyan bolygók, mint például a Föld is, azok ugye önmaguktól fejlődtek ki. A Föld az a bolygó, ami eléggé messze van, de eléggé közel van mondjuk a napunkhoz is, hogy az élet feltételei azok kialakuljanak rajta. Iprén a bolygó, teljesen jó. A T0-as bolygó. Majd azokat is szépen elmagyarázom, hogy mi az a T0, T1, T2, T3, hogyha jól emlékszem. Na nézzük csak ezt a bolygót, mondjuk eléggé csúnyácska, de mindegy. Kolóniát bármilyen világon lehet létesíteni, a kopár holdaktól kezdve a buja 3-as terraszintű oázisokig. A gyümölcsöző kolóniák fűszert bányásznak, amelyeket el lehet adni. Na igen, akkor itt lényegében itt magyarázt el, hogy a terraszint, tehát a T az a terraszint. A nulla terraszintű bolygók, azokat könnyű úgymond kolonizálni. A 3-as terraszintű bolygó az, tehát lényegében egy ilyen... Hát ilyen durva körülményeket kellett elképzelni azon a bolygón, de majd később majd olyan technológiák lesznek majd a birtokunkban, aminek következtében a 3-as terraszintű bolygókat is lakhatóvá tudjuk varázsolni. Na nézzük csak. Lényeg a lényeg, hogy mindig oázisokat kell keresni, és oázisok közelében kell ledobni a gyarmatosító csomagot. Tehát ahol vöröse jelzi, oda nem lehet rakni, de ahol kéken van, oda szépen le lehet lőni. És szépen ki is épül a városunk. Úgyni. Viszont ezzel van egy kis probléma. Grottan, képítetted a saját birodalmat. Minden kolónia a termelékenysége a méretétől függ. A méret pedig a bolygó terraszintje határozza meg. Fektess be a terraformálásba, azután építs kolóniákat és épületeket a legnagyobb haszon érdekében. Na, most annyi a lényeg, hogy egyelőre okés, hogy leraktam ezt a csomagot, viszont egyetlen egy probléma van, hogy nincs a bolygón légkör. Tehát, térj haza az anyaburgódra, és arasd le dicsőséget, sikerült gyarmatosítanod ezt a bolygót, térj vissza az anyaburgódra, hogy learasd dicsőséget, jó. Hoppá, nem ezt akartam. Tehát ide majd vissza kell majd még térnünk, mert jelenleg nincs rajta a légkör. Ezt majd meg kell csinálnunk elvileg. És hát remélem, hogy meg kell csinálnunk. Úgy szépen hazamegyünk. Okés. Na nézzük. Fűszer gyűjtöttél. A fűszer értékes fizetőeszköz. Gyűjts össze a kolóniádról és az otthoni világodról minden alkalom, amikor arra jársz. Teljesen jó.
Ismét kitűnő munkát végzett kapitány. Számíthatunk rá, hogy a gyakori látogatása és során begyűjti majd a kitermelt fűszert. Tudósaink keményen dolgoznak a bolygók terraformáltságát javító új technikákon, melyek egy napon sokat javítanak majd új gyarmat bolygón körülményei. Addig azonban sürgősebb ügyek várnak ránk. Készen áll a folytatásra? Nézzük csak. Jó, akkor egyelőre még nem fogjuk még azt a bolygót még túlgyarmatosítani. Kapitán, jeleket fogtunk, melyek véleményünk szerint a galaxis egy fejlettebb fajától származnak. Arra kérjük, hogy járjon utána az ügynek, és kísérelje meg felvenni velük az első kapcsolatot. Használja a hajójára szerelt SETI eszköz, hogy megtalálja őket. Hajlandó elfogadni ezt az igen fontos küldetést? Jó. A rövid hatótávolságú kommunikátorban van egy univerzális fordító, melynek segítségével bármilyen idegen fajok kommunikálni tud. Igen, be kell hatolni a naprendszerükbe, hogy kommunikálhasson velük. Rendben, hol találom ezeket a fickókat? Nem tudtuk még pontosan meghatározni az adadások forrását, úgyhogy kis felderítése is szüksége lesz. Ha elérte a csillagközi teret, a SETI eszközre a rádióhullomák... Ha elérte a csillagközi teret, a SETI eszközre a rádióhullámokra és a hanglejekre reagáló célcsillagok egyértelműen jelek lesznek. Aha. Honnan fogom tudni, mikor térjek vissza? Az űrutazás meg fogja viselni a hajót, ha szükséges térje haza megjavítani és feltölteni, illetve hogy megnézze a parancsnokságnak van-e más űrprogrammal kapcsolatos küldetése. Várjuk a jelentését, miután sikerül kapcsolatba lépni az idegenekkel, sok sikert, teljesen jó. Így né, legalább az anyabolygón ingyenes a feltöltés. Na nézzük csak! Honnan jön az adás? Keres egy idegen birodalmat. Keres egy másik űrúton. Igen. Hát jó, akkor lényegében az, hogy most itt körbe kell mennünk. Megvannak. Oké. Ez ilyen zsákba macska, ilyen körbe kell mennünk az összes csillagon, és akkor talán találunk valamit. A SETI készüléket, különös rádióleleket észlelt erről a csillagra. Menj oda és ellenőrizd. Jó. Na nézzük csak. Jé, egy másik faj. De csúnya egy űrhajótok van, nem mindegy. Drake egyenlete nem hazudott. Egy élő idegen faj, nem vagyunk egyedül. Úgy tűnik követett küldetek a köszönté... Mi? Úgy tűnik, követet küldtek a köszöntésedre. Aj, Szovi, oly hülyén tudsz olvasni. Ja. Talán beszélned kellene velük. Nyisd meg a kommunikációs panelt. Fúj, de csúnyák vagytok. Na, felvilágosatlan látogató, hatalmas gorombirodalom bolygójának közelében vagy. Nevezd meg magad! Vullam népéből jöttem, békével. Spórius követőnek először a szerénységet kell megtanuljuk. Megtiszteltetés. Mondd, mi nyomja a lelkedet Spórius híveinek, figyel rád. Nem akarom magamat feltölteni, diplomáciát akarok. Bizunk viszonyunk javulásában, kérjük Spórius áldását. Na, mit lehet tudni erről a fajról? A gorombirodalom az igazsághoz húz, a hit filozófiájához. Érdemes hinnetek abban, amit hiszünk, hiszen ti és mi egyaránt tudjuk, hogy a gorombirodalom hite követendő. Éljenek az például. Jó, akkor ez is ilyen hitvilágos, sámanisztikus nép. Ez csodatos, köszönöm, hogy megosztottad ezt velem. Diplomácia. Fogadják el szerény ajándékunkat, legyünk barátok. Kereskedelmi útvonalak létrehozása, talán egy szövetség mindkettőnk birodalmát hatalmasabbá tenni, ugye? Hát próbáljuk. Nem fogadom partnerek, hogy olvas valakit, aki ennyire tisztátalan megtisztulást keresed? Inkább nem. Jó, akkor ez lényegében egy ilyen vallási nép csoport. Csillagtérkép, a szövetségesek és ellenség szűrő megmutatja, hogy az űr egyes területi barátaid vagy ellenségét birtokolják. A birodalom szűrő megjeleníti mely csillagokat ural idegen birodalom. Jó. Akkor ezek egyelőre még ilyen semlegesek. Na. Bejövő adás.